Varga Judit igazságügyminiszter Facebook oldalán bejelentette, hogy gyermekvédelmi törvény tervezet kerül a parlament elé. Üdvözlöm ezt a bejelentést, ugyanakkor szeretnék hangot adni az ezzel kapcsolatos aggályoknak is. A törvény tervezet tartalmazza az osztott elhelyezés újszerű megközelítését, mely szerint ezentúl a bíróság már az egyik szülő kérésére is bevezetheti az osztott elhelyezést a gyermekvédelem és a gyermek elhelyezése kapcsán. Mi is lenne ez az osztott elhelyezés? Ez azt jelenti, hogy a gyermekről mindkét szülő egyformán gondoskodik, váltva, hol az egyik, hol a másik szülőnél van teljes otthont kapva a gyermek. Ez szemben áll az eddigi magyarországi gyakorlattal, amely sajnos egy győztes-vesztes típusú gyermekelhelyezésben gondolkodott. A bíróságok a bontóperek során a gyermekelhelyezése kapcsán győztest és vesztest hirdettek. Ezek a vesztesek legtöbbször, mint tudjuk, az édesapák voltak, és hozzátendő, hogy a gyermekek is, hiszen a gyermekek alapvető joga sérült azzal, hogy mindkét szülőjük közös nevelésétől elszakítva, kizárólag az egyik szülővel tudtak javarészt sok időt tölteni, míg a másik szülő, ugye az édesapák általában a két heti hétvégi láthatást kapták csak meg. Apajogi, férfijogi szervezetek beszámolóiból tudjuk, hogy a való életben ez nagyon gyakran úgy alakult, hogy még ez a két heti láthatás is nagyon sokszor sérült, nem is szólva a távolság problémájáról, ugyanis nagyon sokszor a válás egyúttal egy szétköltözést is jelentett, a két szülő akár több száz kilométerre is került egymástól, így ez a hétvégi láthatás is sokszor több órás utazás, komoly költségek és komoly fáradtságok árán tudott csak megvalósulni. Ezt a helyzetet kívánja rendezni a bejelentés szerint a törvénytervezetnek egy része, mely tehát az osztott elhelyezést oly módon hagyná a bíróságok kezébe téve érvényesülni, hogy már az egyik szülő kérésére is az osztott elhelyezést a bíróság elrendelheti. Üdvözöljük tehát ezt a lépést, nagyon régóta kérik ezt apa és férfijogi szervezetek, családjogi szervezetek, és nagyon régóta szükséges lett volna ennek a lépésnek a bevezetése a magyar jog szerint is. De nézzük meg, hogy mennyire régóta. Az ENSZ gyermekjogi szervezete már 1989-ben deklarálta, hogy a gyermeknek joga van mindkét szülőjével nevelkedni. Ez nem csak joga, de kifejezett érdeke is a gyermekének az egészséges fejlődése szempontjából. Így válás esetén is elsősorban erre kell törekedni. Magyarország ezt a gyermekjogi egyezményt elfogadta, és 1991-ben törvényerőre is emelte. 1991 óta, azaz 30 éve várat tehát magára, hogy az osztott elhelyezés valóban méltó helyet kapjon a gyermekelhelyezési perek kapcsán, és ezek a perek végre ne győztes-vesztes típusú háborúk legyenek. Sajnos Magyarországon az elmúlt évtizedekben ebbe az irányba ment el mindezek ellenére ezek az elhelyezési ügyek. És nagyon sokszor jelezték, nagyon sokszor kérték civil szervezetek, családjogi szervezetek, apa és anyajogi szervezetek, hogy ez a győztes-vesztes típusú gyermekelhelyezés mindenképpen káros a szülőkre, de legfőképp a gyermekekre nézve. Kifejezetten üdvözlöm tehát ezt a lépést. Az aggodalom, amit ugyanakkor kritikaként már sok civil szervezet, apajogi, férfijogi szervezet megfogalmazott, az pedig az, hogy mivel ez a győztes-vesztes típusú gyermekelhelyezés rögzült jogalkalmazásként a magyar jogrendben, a bíróságok rendre apa, sőt gyermekellenesen, mint láttuk, gyermekellenesen döntenek. Így mindenképpen szükséges lenne, hogy ez a törvénytervezet ne csak egy holdbetű, a jognak ne csak egy papírra leírt betűje legyen, hanem a való életben, a jogalkalmazásban valóban határozottan átplantált iránymutatás. Szerencsés lenne tehát, hogyha a jogalkalmazó a bíróságok számára, mint egy alapvetésként írná elő, hogy ez a lehetőség, az osztott elhelyezés, akárcsak az egyik szülő kérésére is, minél gyakrabban tudna megvalósulni, és végre valóban alkalmazna a családjog azt a nagyon régóta hangoztatott alapelvet, miszerint a gyermek érdeke az első. A jog tehát most már kapott egy olyan eszközt, a jogalkalmazás, mellyel megkérheti, vagy rossz esetben rá kényszerítheti a feleket,
hogy a személyes sérelmeiket, dühüket, ellenségességüket, melyet eddig maximálisan ki tudtak élni a győztes-vesztes típusú gyermekelhezési perekben, ezeket a magánháborúkat, melyekben a gyermek sérül legszükségesebben és minden egyes alkalommal, ezeket akár saját jó szántukból, akár a jog kényszerítő ereje révén, de mindenképpen tegyék félre, és a gyermek érdekében működjenek együtt. Ne akarjanak tehát úgy élni a válás után, minthogyha valójában az elmúlt évek meg sem történtek volna, mintha ők nem lennének közös szülei egy gyermeknek. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a jogalkalmazás, azok a bíróságok, amelyek az elmúlt évtizedekben megszokták a győztes-vesztes típusú gyermekelhelyezést, ezek a bíróságok megkapják határozott javaslatként az osztott elhelyezésre való törekvést, ráadásul mind a bíróságok szakértői közreműködéssel, mint pedig a családok szintén szakértői segítséggel kapjanak olyan támogatást, melyel könnyebben lehet ezt a fajta gyermekelhelyezést a való életben úgy megvalósítani, hogy abban senki ne szenvedjen az élete a hétköznapjainak a megélése során kárt, és valóban érvényesüljön az az alapelv, miszerint a gyermek érdeke az első.